kormány határozattal összhangban itt a főkonzulátuson 5 fő kiküldött teljesít szolgálatot. Egy fő külgazdasági szakdiplomatának csak ez a dedikált fő feladata, és emellett ugye nekem is ez az egyik fő feladatom, hogyha otthonról érkezik megkeresés bármilyen vállalattól, hogy ő partnert szeretne, vagy piacot szeretne megszerezni, és ehhez kell neki az, hogy milyen engedélyezési eljárásokra van szükség, vagy partnert szeretne találni, akkor mi ebben tudunk segíteni, meg tudunk keresni itteni partnert, és ugyanez van fordítva is. Már számos cégnek segítettünk partnert találni, illetve tájékoztatást adni az eljárásról, annak eljárási díjairól és a jogszabályi követelményekről. A szénhidrogén kutatás termelés beindulásával hatalmas bevételi forrásra fognak szert tenni, ami jelenleg ugye sajnos az olajárak miatt, illetve a olajár esés miatt, illetve a Bagdaddal való viszony miatt és a háború miatt ugye ez még nem érződik, de ez a jövőben mindenképpen érződni fog, és hatalmas infrastruktúrális beruházások lesznek, több ezer építkezés van folyamatban. Biztosítani kell a durván 6 milliós lakosságnak az alapszolgáltatásokat, a folyamatos alapszolgáltatásokat, ez nagyon fontos. Emellett pedig, mint mondtam, nincsen nekik jelenleg sem számottevő iparuk, sem számottevő mezőgazdaságuk, úgyhogy egy felvevő piac. Jelenleg is, most mi a MOL épületében vagyunk. A MOL-nak ez a jelenlegi legnagyobb külföldi portfólió eleme. A cégcsoport 25 évre rendezkedik itt be. A kutatás termelés segítéséhez nekik az itteni helyi alkalmazottaknak a képzése, a partnereik utaztatása nélkülözhetetlen, ehhez pedig vízumügyintézés kell, emellett a főkonzulátus politikai támogatást is tud nyújtani a MOL csoport számára. Kurdisztán hatalmas szénhidrogén készletek fölött fekszik. Úgy kell elképzelni, hogy amennyiben a kőolaj és a földgáz kitermelése eléri az érett szintet, tehát fölfut, akkor a gazdasági potenciája a kurdisztáni régiónak az körülbelül Norvégiával lesz azonos. Tehát második Dubajként emlegetik ezt a régiót, ez nem véletlen, ez ezért van. Jelenleg a kurdisztáni régióban a jogszabályi környezet nagyon ideális a befektetésekhez. Az új befektetéseknek még ingyenesen is biztosítanának földet. 5-10 évig a befektetéstől függően nem kellene semmilyen adót fizetni. Ugyanakkor a másik oldalon sajnos ott van az, hogy nem folyamatos sem az áramellátás, sem a vízellátás a régióban. Úgyhogy egy befektetés esetén annak a folyamatos áramellátását és folyamatos vízellátását a befektetőnek kell biztosítani, ami plusz költség. A másik, hogy 1050 kilométer hosszú határszakasz van az iszlám állammal jelenleg. Ezen a hosszú határszakaszon nem zárható ki, hogy ne menjenek át elemek. A másik, a biztonsági helyzet a menekültek miatt, illetve az iraki belső menekültek nagy száma miatt a biztonsági helyzet az ideálisnak nem mondható. Úgyhogy jelen pillanatban azt, hogy valaki ide utazzon, mint turista, azt egyáltalán nem javaslom. Mindenkinek javaslom, hogy az utazási tanácsokat a Külügyminisztérium honlapján nézze meg. Ez egy utazásra nem javasolt ország jelenleg, és a régió sem. Biztonsággal közlekedni napközben Erbil és Szulejmánia városaiba lehet, tehát nem az egész kormányzóságok területén. Vidéki utazást nem javaslom,
éjszaka egyáltalán nem javaslom, már csak a közlekedés miatt sem, ugyanis sem az utak állapota, sem az itteni közlekedési morál, ez nem alkalmas arra, hogy mi éjszaka közlekedjünk. Katonai értelemben maga a régió már nincsen kitéve fenyegetettségnek. Katonai értelemben az ISIS, vagy itteni nevezésen a Daesh, elvesztette azt a képességét, hogy a fronton áttörést tudjon elérni. Köszönhetően egyrészt a koalíciós légitámogatásoknak, másrészt pedig a bátor peshmergák önfeláldozó harcának. A menekültekkel kapcsolatban jelenleg a kurdisztáni régióban 1,5 millió menekült van, ebből 250 ezer szíriai menekült, és 1,250,000 belső iraki menekült. Nagyon rossz körülmények között vannak, a legtöbb ilyen táborokban van elhelyezve. Az éves ellátásuk, ami a kurdisztáni régiót terheli, körülbelül 1,4 milliárd dollárba kerül. Jelenleg az ENSZ, illetve a World Food Program nélkül az ellátásuk az nem megoldott lenne. Itt a kurdisztáni régió az ENSZ-re van hagyatkozva. A menekültekkel kapcsolatban még említést érdemel, hogy Magyarország kormánya már több ízben adott át gyors segélyt a menekülteknek. Ez már azelőtt elkezdődött, hogy az iszlám állam áttette volna a tevékenységének egy részét Irakra. Először 2013-ban nyújtott támogatást Magyarország kormánya szíriai menekülteknek, akkor 1500 gyermeket öltöztetett föl, hogy el tudják kezdeni a tanévet. 2014-ben ez a szíriai menekültekkel tovább folytatódott, akkor 19 számítógépet adott át Magyarország kormányának képviseletében dr. Szatmári Tibor nagykövet úr, itt a kurdisztáni régióban, és erre esett sajnos az is, hogy megindult már a menekült áradat az iszlám állam tevékenysége miatt a kurdisztáni régióban. Akkor augusztusban két menekült tábornak tudtunk gyors segélyt átadni. Az egyik a baharkai menekült tábor, ami egy gyűjtő, ahol jezidi, szunnita és keresztény vegyesen élt együtt, ameddig el nem helyezték őket. A másik pedig itt Ankavában, a keresztény negyedben, a Szent József templom köré gyűlt akkor mintegy 70 ezer menekültnek, azaz durván 13 ezer családnak nyújtottunk segélyt. Mindkét segélyátadáson a kisgyerekekre koncentráltunk. A 0 és 3 éves korosztály, tehát 3 év alatti korosztály részére nyújtott Magyarország kormánya segélyt. És tavaly novemberben pedig Duhokban a kurdisztáni régió leginkább menekültekkel sújtott részében tudtunk segélyt nyújtani a segély alapból. Ekkor körülbelül 2000 gyermeket tudtunk téli ruházattal teljesen ellátni, tehát zoknitól, cipőtől kezdve a sapkáig, a meleg ruházatig. Ugyanis úgy kellett elhagyniuk otthonaikat, hogy még csak cipőjük se volt.